Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, folytatjuk a Fallout 3 végigjátszást, vagyis a gameplay sorozatomat. Nos, akkor azt beszéltük, hogy olyan Megatonba leugrunk. Gyors utazás, rúz. És akkor itt nem sok minden helyre akarok menni, hanem itt valahogy bemegyünk itt a nem a kocsmába, hanem nem tudom mi az ilyen kajád, a gyors étterem, McDonald's, helyi McDonald's food. Itt beszélünk a csajjal, ez általában ugye vesz... Ó, de jó. Meg jó, hogy nem lövöm. Ó, de nem azt akartam megnyomni, na. Oké, és akkor itt annyit csinálunk, hogy kapásból megvesszük, szinte kúre sok van neki, de jó lenne. És akkor fogjuk, és akkor eladjuk a hülyeségeket. Azt nem. Csodaragasztó mehet. Elektromágneses akna. Nem tudom, hogy minek cipelem ezeket, komolyan. Eladom. Meg ezt az elektromágneses gránátot is mehet szinte, nem azt tudom, hogy egyébként gondolom ilyen robot jellegű, meg ilyen mechanikus csávok ellen jó lenne. Viszont nem használom. Az a baj, hogy nem használom. Jó, ezeket meghagyom. Elektron töltet és energiacella. Ezt azért hagyom meg, mivel valószínűsítem, hogy lesz majd olyan fegyver, amiben kell, gépkarabé. Itt meg már nagyon megvan javítva a gépkarabé, azt dobom. Ja, és nem fog tudni annyit adni érte. Jó, mindegy, meg... És akkor most veszünk 378 streampeket. Az elvileg akkor 10 darab az mehet, vagy 9 is simán megvan, ugye? És akkor mehet is, és akkor ugye megint lett neki ilyen sok kupakja, és akkor el tudjuk adni a többi hülyeséget. Kezdjük a végéről. Vadászpuska. Ezeket eladom, ezeket a vadászpuskákat, mivel? Már az enyém az elég jó állapotban van. És ugye a legjobb állapotban lévőt meghagyjátok, többit eladjátok, hogyha már nem fogok tudni ezen javítani azért egyébként, mivel már annyira meg van szerelve, hogy nem javít rajt. Távcsöves magnum. Ó, igen, ezt kellett volna megjavítanom egyébként, meg rájöttem. Bár ezt a fegyvert nem is használom, de azért megtartom az egyiket nagyon végszükség esetére, eladom inkább a viszont a karcatokat bele. Talfaszög, ezt nem tudom megint miért hordom. Steampack, hú, 47 darab van, nagyon jó. Rohampuska, oké, okay, repesz granát, rakétavetőt megint nem nagyon használok, de mindegy. Szihó. Na beküldünk most ezután egy kvantumot, egy kólát. Megnézzük, hogy az mennyire. Jó, oké, elvileg akkor minden oké. Még eladtunk neki, látjátok, hogy megint gyakorlatilag 200 darab kupakunk maradt. Csak. És akkor azt szoktam csinálni. Egyébként lehet azt is csinálni azt a trükköt, ahogy észrevettem, hogy 24 órát pihensz, nő kinyit, megint lesz a streamtek. Úgyhogy ilyenkor, hogyha van pénzetek, akkor tudtok vásárolni, viszont itt az orvos. És ennél is szokott lenni. Oké, oké, oké. Üzlet van. Ó, hát nagyon sok van, 26 darab. De ugye annyit nem fogunk venni, tudunk venni egy mennyit. A 37, vegyünk egy mennyit, 5 darabot, vagy mennyit. Vegyünk egy hetet. Mit számoltam én? De nagyon égek. Nagyon-nagyon égek. Na. Ugye visszavesszük, ugye hol rakja azt, amit... Ja, itt van. Oké. Okay. Jó, akkor 5 darab mehet. Szuper, jó, rendben van. Akkor van egy csomó, mennyit? Nagyon sok darabunk lett, szerintem. Hol rakja azt? 52. Ó, szupi. Szupi. Jó, de nem húzom tovább az időt, menjünk, induljunk. És ugye most nem fogunk gyors utazást használni, hanem teljesen saját mi voltunkba, teljes fizikai mi voltunkba végig fogunk menni ezen az úton. Hát ugye mivel nincs is egyébként, közelebb, jó ez a 101-es menedék, de addig nem érdemes elteleportálni. Szóval, elvágunk a pusztán. Végre egy kis izgalom, ugye? És mi van ott a menedékben? Ott egyébként vannak még emberek? Vagy pedig az is ilyen ki van fosztva? Valakinek a zsebébe milyen túltip volt, vagy ilyen tip, valakinek a zsebébe élesített aknát raksz, ennyit olvastam el. De hát ez már nagyon érdekes. Nem tudom.
Na jó, hát itt kellene aludnom egyet, mert látom, hogy PM5 óra van. Haszunk egy 14 órát, oké? Okay? Vagy várakozunk, nem alszunk egyébként, tudom. Oké, okay, fasza. Automatikus mentés megtörtént, nyomunk egy F5-öt is, ebbe bízunk. És induljunk, induljunk. Távsüvesse azért megyek, mivel szeretem skubizni, hogy mi van előttem. Shubidubi. Megaton, ugye egyébként fel lehet robbantani, ha jól tudom, Megatont, azt a bombát ugye valamilyen vezérlővel, fel lehet robbantani. Az anyád. Hát az ilyen hülye legyeket nem izével kell lelőnöm. A legdrágább fegyverem, mert azt meg nem találnom. Hát ezeket érdemes lootolgatni? Pöffeteg légykucsa, jó, oké, ott maradsz, ott rohadsz meg, pöffeteg légykucsa. Na. Egyébként javítási szempontból, mármint ugye, hogy nem tudok javítani mindent, mert a jó a javítási készségem, csak például a ruhámat hülye voltam, hogy nem javítottam meg. Jó, ugye azt nem tudom javítani, mert nincs belőle több darab. De viszont javítatni meg tudtam volna. Nem ebben van az, hogy különben lehet egy ilyen kutyám? Valamelyik ilyen, az a baj, annyi ilyen posztapokaliptikus világban játszódó játékkal játszottam, hogy itt valami rémlik, hogy valamelyikben lehet egy kutyád, és akkor az követ. Nem ízében van? Nem a Fallout 3-ban van? Amit nem is játszottam talán, hanem láttam róla a videót, ugye. Mivel én nem is emlékszem, nagyon keveset játszottam Fallout 3-ban, eddig én nem is jutottam el. Azt se tudom, hogy hova a fenébe megyünk. De kurvára érdekel egyébként, mindig így vagyok egy játékkal. Most nagyon sokat kihagytam, mert elkezdtem ezt a Zanturneret. Na, ilyen tökön van ott. Mi az autó? Mentek ilyenkor sűrűn. Ja, kihagytam egy csomót, mert vagy valami 8 gameplay csináltam Antornedről, tök jó belekockultam. Nagyon tetszett. Ez micsoda? Mik ezek a valamik? De mi ez? Ja, villanyoszlop. Ó, ott egy ilyen kisebb város. Nézzük rá, tér. Ja, ide. Igen, arra nem megyünk, mert akkor gyakorlatilag visszafele haladunk, hanem inkább folytassuk az utunkat. Oké, jó. Ez mi? Azt hittem, hogy barlang van itt a végében. Ott egy lakókocsi. Az a baj, hogy jelezhetné valami hanggal, hogy ilyen pittyenéssel, hogyha ránk agrohozódik valaki, mert mindig akkor veszem észre, amikor már késő. Ez mi csodál itt? Hát ez igen. Le van robbanva a szegény mami. Miért akarok mindig arra eltérni az út irányomtól, amikor arra kell mennem? Tudja valaki? Persze, mert arra vannak ilyen érdekes objektumok, ugye? Az igen! Mi a fasz az? Ott van egy robot harcol valami ízékkel. És le is ölték. Nem hagyhatom ott ezt a kis csúnya brigádat, ugye? Hát miért? Ó, észrevettek gyerekek. Ó, mi a faszal lő? Kukocs. Na erre vagyok kíváncsi, ez mivel lő? Lakétavetővel lő? Kodán reggel, litkán a ligó. És ez komoly, egy hiteltem a csávot. Az meg, mi fasz? Nem tudom, hogy ez most mennyi HP-ja volt, hogy legyengítette az a robotot. De nagyon durván egy hitelte. Hoppá! Hát ezt nem, most nagy szarba vagyok. Hoho, hello! Szóval ez ki ez? Hogy? Csá. Jó. Hol rakta a rakétát, hogy beraktok a tyájába, mi? Na persze. Persze. Szintet léptünk. Subidubi. Nos, mire rakjunk? Cserebere, ez gőlme nem egy rossz dolog lenne.
Robbanószerek. Az árnyítása. Hát ez kell. Ezt 45 vagy 50 fölé fel akarom vinni mindenképpen. Mert ingem az nagyon ideges. Meg lehet, hogy a izét is kellene. Tudjátok, van ilyen olyan, amelyik... Ilyen. Tudományok. Számítógépes cuccokat. Csak ez mennyi hány pontom? Még 11. Hát ezt nem fogom felvinni. Viszont az árnyítás nekem nagyon-nagyon tetszik. Jobban, mint a tudományok, tehát ezt még egy kicsit rápakolok, hogy ugye 75-ös szárakat is tudjam majd nyitni. Lopakodás, pusztaközös vasz, jó, oké. Kézülő fegyverek meg már nagyon jó. Folytatás. Na hát itt mit csináljunk? Gyors talpaló. Figyeljétek! Szívóság 10%-kal növeli a seb sebzésellenállásodat, egészen 85%-ig, az viszont nagyon beteg, nem? Hogy az így, így, csak az a baj, erre rengeteget kellene pakolni, akkor lenne hatékony, nem az, hogy egyet rárakok. Nem tudom elképzelni, hogy mire rakjak. Sugárzás ellenállás, ez nem érdekel? Na, nézzük, hogy mi érdekel. Nézzétek már! Amíg puskával vagy hasonló kétkezes fegyverrel lősz vacban, a végrehajtott célzás pontossága jelentősen nő. Na, hát ez nekem kell. Erős hát, ijúj! Ezt mondta ugye a túlélő, hogy Forte birtokában 50 ponttal nő a felszegtájátuszban. Ehhez is nagyon jó lenne. Ez nagyon jó lenne. Engem nagyon idegesít, hogy nem tudok mindent elvinni, de viszont ez is jó, mert én nagyon sokat használom ezt a vaccot. Jó, legyen ez a vacc, és utána erős hát. Annyi minden elakadhatna az ember, különben ezt szeretem az ilyen játékokban, hogy ilyen dolgok motiválják az embert, hogy folyamatosan tovább játszon és fejlődjön. Megnézem azt a robotot, mivel harcoltak ezek. Itt volt valami. Itt küzdöttek egy robottal, aki megsérült. Nem látom, hogy hol van. Arra van-e? Hello. Energiacell, ennyi? Jó, hát ez nem volt erős. Jó, menjünk. Ott is van egy valami gyár, meg épületek, meg ott is futkorizrászik valaki, vagy mi az? Hol a mesterlövészem? Ja, egy olyan repülő, ilyen gömb. Na, menjünk tovább, menjünk tovább. Nem tudom a gameplay milyen hosszúak, fú, basszus. Ide kell készítenem egy órát magam mellé. Na, menjünk, menjünk. Aztán majd meglátjuk, hogy egy kicsit olyan... nem akarom széttagolni a játékmenetet se annyira, hanem mindig egy olyan résznél próbálok menteni, és... Valami szörög. Anyád? Na. Rájövök, pontosabban lövök. Ez mi? Fej? Egy lövés? És akkor kiosztom minden egyik kiváltsőt. Fej? 80%? Ja, ott volt mögött egy. És mire megy még rá? Harapós kutya? Na még az is itt van. Franko. Egy leszedve. Kettő leszedve. Három leszedve, jó, oké. És itt van, itt volt valami kutya is még. Ott futkorásznak. Három darab. Ennyit erről, hogy jó a pusztulában lenni, ugye? És támadják ezeket a legyeket. Na jó, 8-as nyomunk egy kis cimpeket, aztán akkor megyünk tovább. Az mi? Ott egy ház. Valószínűleg azok a kutyák engem is be fognak támadni, hogyha úgy állok, ugye? Ja, azt akartam mondani, hogy nem akarom széttörni a játék, mert mindig egy ilyen kis fontosabb pontnál fogom elvágni a... Ott egy ilyen házikó. Hú, de megnézném ezeket. Hú, de megnézném. Menjünk erre. Itt is biztos lesz bőven látnivaló, csak... Legalább... Ott egy templom. Megnézzük azt a templomot, oké? Okay? Az lesz. Meg erre folytatjuk az utunkat.
Itt valami előttem van is támadó álláspontban. Az micsoda, skorpió? Papi, mit csinálsz itt? Test. Hú, ez... Szoppan védett ez az állat. Ez az élőlény, nem tudom az állat-e. Valószínűleg igen. Nem növény. És ez mi? Na, ez drága szomó. Lehet egyébként úgy látom pénzt szerezni így, hogy kijöttek aztán, hogy varáztak. Különböző jó kis felszerelési tárgyakat tudtok venni a megszerzett pénzbe utána meg. De nagyon szar, hogy ezt a csendet kell hallgatnom különben. Már az mi ott? Az mi? A tököm, ott van valami tábor. Hát azt nem hagyom ki, hogy meg ne nézzem meg, fiúk, lányok. Ja, nagyon jók a zenék ugye, főleg a rádióban, hogy szólnak meg, még a beszélgetéses műsorok is a rádióban, de sajnos ugye nem tudom bekapcsolni, mivel nagyon sok copyrightos zene is van közte. Na, lehet, hogy elvágom itt a gameplayt, akkor az lesz, hogy a következő gameplayben én úgy látom, hogy nagyon érdekel engem, hogy mi az a mi a tököm van itt. Lő mindenki mindenkire, és akkor ott van valami bázis. Következőben megnézzük azt. Gyors, el is búcsúzok, hogy közben tudjak lépni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor nézzük tovább a Fallout 3 végigjátszást. Hello, hello, sziasztok!